valóban idealista, vagy csak egy az erkölcsökhöz ragaszkodó, jó értelemben vett megszállott Paks polgármestere? Ki tudja. A napvégi utolsó beszélgetésre egy hangulatos kiskocsban mélyén kerítettünk sort. A zord időjárás miatt nem tudtunk kimenni a kedvenc helyedre. A Présház, úgy hívod? Présház. Szőlészettel foglalkozol ott, ami, hát hogy is mondjam, egy polgármesternek lehet pihenés, vagy hobbi, vagy hagyománytisztelet? Én azt gondolom, mind a három. A hagyománytisztelet is nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy az aktív pihenés talán a legfontosabb. Én az összes időmet a feleségemmel együtt kint töltöm Sárszentlőrincen, a szőlőbe és a gyümölcsösbe, a Présházba. Hát ez a kikapcsolódás azt gondolom egybe feltöltődés is. Ebbe a zavaros, ideges időszakba azt gondolom mindnyájunkra ráfér, nem csak a polgármesterre, hanem mindenkire. Különösen akkor, hogyha olyan keveset van az ember szabadságon, mint én a megválasztásom óta egyetlen egy napot voltam szabadságon. Úgyhogy a hétvégeimet, ha csak tehetem, kint töltöm. Hát a szőlő meg a bor az egy nagyon érdekes világ, mert hihetetlen alázatra neveli az embert. Minden napnak megvan a maga gondja, feladata, és még úgyse biztos a siker, akkor se lehet az ember biztos a sikerbe, hát ha még nem tesz meg mindent annak érdekében, akkor meg különösen nem. Hát a szőlő is meg a bor is egy külön világ, egy nagyon olyan jó szág mind a kettő, ami olyan élőlény, amelyik a törődést, a figyelmet minden nap kívánja, és hát az embernek meg kell, hogy adja neki, ami jár. Mi lehet Paks vezetőjének a kvázi vezetői hitvallása? Hát én azt gondolom, hogy egy településvezetőnek, városvezetőnek, de egyáltalán egy vezetőnek nem mindig tudni kell a dolgokat, hanem érteni kell a dolgokat, meg kell érteni a dolgokat. A dolgok történetét, mozgató rugóit, és nem föltétlen egy karizmatikus útmutató egyéniségnek kell lenni, mint sokak azt képzelik, hanem egy probléma megoldó képességgel kell rendelkeznie, ugyanis nem csatába vagyunk, hogy a főcsapás irányt percről percre bemutassuk. Nyilvánvaló stratégiai terveket is kell kidolgozni, de a legfontosabb dolognak én a probléma megoldó képességet és az egyensúlyteremtő képességet tartom. Nem véletlen, hogy nem nagyon hallatok arról, hogy Pakson pártközi vagy frakcióközi pillongások vannak, vagy netán az alpolgármester a polgármestert, vagy fordítva lemondásra szólítja fel. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a polgármester legyen egy határozott, de nyugalmat sugárzó és a köznyugalmat biztosító ember. Elégedett ember vagy? Hát természetesen elégedett ember vagyok. Elégedett vagyok a sorsommal, mert ez mindig relatív dolog ebbe a túlhajszolt világban, amikor a médiák és különböző nagy cégek teljesen fölösleges vágyakat keltenek az emberbe, az állampolgárokba, és olyan dolgok birtoklásának a vágyába kergetik bele, amire semmi szüksége nincs. Azt gondolom, hogy sokkal több elégedett ember lenne, hogyha belátnák, hogy az embernek mennyivel kevesebb dologra van szüksége, és ezen kevés dolgok egyike, azt gondolom, hogy az igaz barátság és ehhez hasonló dolgok, nem pedig a különböző hatalmi objektumok, státusok, sokkal fontosabb, azt gondolom, hogy ne birtokolni akarjunk, hanem segíteni, igen, vagy adni másoknak. Most már csak arra volnék kíváncsi, hogy a beszélgetésünk végén, hogy látod-e magad előtt 10 év múlva Paksot? Hogy fog kinézni? Milyen változások lesznek? Hát én
Én nem hiszek abban, hogy valakinek ilyen víziói születnek úgy hirtelen, 10 évre, meg 20 évre, meg 50 évre előre. A világ sokkal gyorsabban változik és fejlődik mostanában ahhoz, hogy az ember meg tudja mondani. Én nem hordom a bölcsekkövét magammal. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb a gyors reagáló képesség. Legyen ez pénzügyi helyzet, technikai változások, társadalmi berendezkedés, közigazgatási változás. És nagyon sokan a politikát, vagy a várospolitikát egy település szerkezettel, vagy városképi változásokkal azonosítják. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb egy város szempontjából, egy városvezető szempontjából, és hosszú távon is ez a legfontosabb, hogy a rendelkezésre álló anyagi és anyagi erőforrásokat, emberi erőforrásokat hogyan tudja a közjó érdekébe beforgatni, kanalizálni, és nem szeretem én azokat a figurákat, akik pontosan tudják, hogy mi lesz 10 év múlva, meg 20 év múlva, de természetesen elfogadom, hogy sokan azt gondolják, hogy ők tudják, de hát ezt hagyjuk meg őket ebben a hitükbe. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehettem veled egész nap, remélem nem voltunk túl sok. Nagyon örülök, hogy megismertelek, és azt kívánom, hogy teljesüljenek a vágyaid. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy együtt lehettünk. Egészségünkre. Egészségünkre.